Köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. A mai napon egy olyan fiatal sráccal, egy fiatal emberrel fogok beszélgetni, aki tényleg elképesztő sebességgel tört be a magyar könnyűzenei életbe, ezáltal a magyar hölgyek szívébe is. Szerintem sokan kitalálták már, hogy ki a vendégem. Fredit köszöntöm, szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást. Kevés időnk van, sok mindenről kell, hogy beszéljünk, úgyhogy lényegre törő leszek. Ugye minden sztárnak, minden énekesnek, aki tényleg ott van a Rivalda fénybe, nagyon pörgős az élete, nagyon pörgős a napja is, és tényleg folyamatosan úton van, korán kell, későn fekszik, nincsen hétvége, nincsen hétköznap. Nálad ez hogy néz ki? Hogy telik egy napot? Hogy kell ezt elképzelnünk? Hát való igaz, a napok azért csúnyán össze tudnak folyni, és igazából az, hogy hétfő, vasárnap kezd, ez nem igazán jelent semmit. Mindig csak azt nézzük, hogy mi van a következő napon. Ez egy nagyon szerencsés helyzet egyébként, illetve vicces szituációkat is tud szülni, amikor szerdán betelefonálok például a menedzsernek, hogy ne haragudj, hogy hétvégén zavarlak, mert ez már megtörtént egyébként. Volt már ilyen, igen, volt ilyen eset. Volt már ilyen, és akkor nagy nevetésbe törünk ki. Benne van ez is. Édes teherez, tehát tényleg nagyon sok dolog van, de hát ezt szeretnénk csinálni, és főleg abban a fázisában a mi produkciónak, ahol most tartunk, ami a fejlődés komoly szakasza, illetve az építkezés, ott tehát időt és munkát nem lehet kisporolni annak érdekében, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Persze másként nem megy. Ne menjünk ennyire előre, kezdjük a kezdetektől. Tényleg megnéztem az interneten, utána olvastam, te győri származású vagy, nagyon-nagyon fiatal, ennek örülj, tartsd meg mindenképpen ezt a formát, ezt az alakot. Beszélünk majd a fiatalságod megőrzéséről, mert színfalak mögött vannak itt veled kolléganők, és ilyen táplálkozási tanácsokat adtál nekik. Szénhidrátok, glikémiás indexek, repkedtek, glutén, nem glutén, volt itt minden. Erről beszélünk majd. Azt kérdezném én tőled, hogy ugye te említettük már a győri származású vagy győri születésű, általános iskolát is gondolom ott jártad, ott végezted, mikor körvonalazódott benned, hogy esetleg az énekléssel kezdtél el foglalkozni, tehát énekkaros voltál, felfigyeltek, de ügyes vagy kisfiam, járjál énekkarba, járjál énekelni tanulni, vagy ez mondjuk nem olyan régóta van meg benned ez a fajta szenvedély? Hát, hogy őszinte legyek, az általános iskolás kórusoktól én mindig futottam, csak gyorsabban hazaértem azt értékelben, de nagyon érdekes, hogy zenében igazából a neveltetésből fakad az, hogy szerettem a zenét, illetve megszerettették velem a zenét, hiszen a szüleim is nagyon-nagyon széles skálán hallgatták ezt, amíg kisgyerek voltam. Az egy másik kérdés, hogy amikor középiskolás voltam, és való igaz, hogy a középiskolát is Győrben jártam ki, akkor fordult meg bennem valami, és más szemszögből kezdtem megközelíteni ugyanazokat a zenéket, dalokat, amiket már akkor ismertem, elkezdett jobban érdekelni, hogy miről is szólnak a dalok. És bocsánat, de belevágok, milyen zenéket hallgattál akkor, tehát milyen stílusokat? Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy rock-orientált dolog volt ez. Tehát Gary Moore, Pink Floyd, Toto, tehát nagy klasszikusok szóltak otthon egyébként, illetve gitár-orientált zenék, hogy úgy mondjam, és elkezdett nagyon-nagyon érdekelni a zenének a komplex képe. Tehát, hogy nem csak az, hogy nekem tetszik éppenséggel a dalamvilág, hanem hogy miről szól, mert fontosnak tartottam ezt az L1-et, hogy ennek jónak kell lenni. Mert az én lelkemben, az én olvasatomban ez a költészet egy válfaja, és mint ilyen, nem engedheti meg magának az ember, hogy vagy szöveg, vagy pedig zenecentrikus dalokat írom, mind a kettőnek illik együttműködni a másikkal. És az embert ez egész egyszerűen arra késztette, hogy az ízlése is, mint ahogy a zenéhez való hozzáállása is egész egyszerűen kifinomodik, mert nem tudsz mit csinálni, tehát azáltal, hogy elkezdesz szelektálni, hogy egy kicsiket mélyebbre beleásod magad, már az ízlésed is formálódik, mert tudod, hogy mi az, amit preferálsz. Így jutottunk el gyakorlatilag ahhoz, hogy a minőség, mindegy válfajta függetlenül a minőség az, ami nagyon fontos. Azt gondol az ember egyébként, aki nem ismer téged, hogy te egy ilyen nagyon vagány, kiha én nem, fiatal ember, és közben egy nagyon szerény, egy ilyen intelligens fiatal ember ül itt mellettem, aki hallatszik, hogy olvasott. Miért gondolják ezt? Nem tudom, általában azt gondolják az emberek a fiatal, jóképű srácokról, emberekről, akik tényleg most ott vannak a Rivalda fényben. Rengeteg emberrel beszéltem, már sztárokkal, nyilván hallgatókkal is a Vörösmarty Rádió mellett folyamatosan témázgatunk nagyon sok mindenről, és általában ez szokott lenni a vélemény. Nyilván a bulvárlapok áldásos hatása azért benne van nagyjából, vagy nem is annyira áldásos hatása, de ez egy kellemes csalódás szerintem mindenkinek, és azon hosszú távon így lehet
csúnyán mondva életben maradni ezen a pályán is. Vagy egy nagy titka ennek, én azt gondolom. Mármint az, hogy az ember nem... Igen. Hogy tudjál beszélni, meglegyen tényleg az a... És úgy beszélni természetesen, hogy értelmesen, tehát meglegyen az a fajta eszméd, az a fajta vonal, amit te követsz, és amit tudnak hozzá társítani, hogy mindenféle műsorban ezáltal meg tudjanak itt, vagy értelmesen el tudjanak veled beszélgetni. Hát most ez valószínűleg a szüleinek köszönhető, mert olyan neveltetésben részesítettek. Mm. Nekem ez természetes, a másik oldalt ezt nem ismerem. Neked ebben nehezebb dolgodom, mert nyilván szélesebb skálán találkozol olyan arcokkal, akik esetleg a médiában szerepelnek. Igen. Én szeretnék ugyanaz maradni, mint aki voltam, szerintem működik, vagy sikerült. Az meg tény és való, tehát azért a bulvárlapokból táplálkozni, az körülbelül olyan egészségtelen, mint a gyors étterem láncokból, úgyhogy... Beszélünk majd erről nem sokára mindenképpen. Szüleidet említetted, ők mivel foglalkoznak, mi a szakmájuk? Gyakorlatilag édesapám az nagyon, most már nyugdíjazott, de baleset helyszínelő volt nagyon sokáig, úgyhogy hát az is egy olyan szakma volt, amit nem igazán irigyeltem tőle. Hát nem, persze. Édesanyám ő sok mindenre foglalkozott, fodrász is volt, illetve varrónő is volt, ő most még otthon van a kisugommal. Úgyhogy igazából ez is érdekes, hogy otthonról nem kaptam olyan megvilágítást, hogy azt szeretném csinálni például, amit a szüleim, mert én láttam azt, hogy az, amit az édesapám csinál, az nem egészséges. Tehát azt én nem ajánlanám senkinek. Persze, tehát persze. Nagyon jól hangzik ugye a rendőrre, mint olyanra visszatérve, hogy ők anno korábban eljöhettek nyugdíjba, stb. De nem kedvezmények voltak. De igen, tehát amikor ilyesfajta beszélgetésbe keveredtünk ismerősekkel, akkor azért mindig szeretem felhívni a figyelmüket, hogy van abban valami, amit mondtok, viszont karácsonykor meg nem ti ültök egyedül a fa mellett. Tehát vannak ennek hátrányai is, hiszen ott nincsen gyakorlatilag szabad nap. Arról nem is beszélve, hogy milyen dolgokat láthatott, amit igazából én nagyon sokáig gyerekként nem is tettem össze. Mert tudtam azt, hogy mi az ő munkája, de nem igazán kapcsoltam ezt össze képekkel. És aztán ahogy én is ugye nyilván, ahogy felnőttem, akkor jutott az eszembe, hogy és emlékszem rá, hogy megkérdeztem, hogy tudott aludni. És ő soha nem beszélt róla, és mesélte, hogy hát néhány hónapig nagyon nehezen, és mert hát az ember olyanokat lát, amiket nem feltétlenül persze, kellene. És ezt feldolgozni azért. Na most valahol ezt sejtettem, de amikor erről ő is betekintést engedett nyerni, akkor azért tudtam, hogy hát nem valószínű, hogy rendőrnek állnék. Ugye ezt csak azért mondom, hogy sok családban úgy van, hogy amit az édesapa csinál, az valamilyen úton-módon példát statuál, abban tud segíteni aztán a gyerekeknek, igen. És akkor gyakorlatilag egy kitaposott út és ösvény áll a gyerekek előtt. Ezt én nem éreztem, és fogalmam sem volt, hogy mi szeretnék lenni. Főiskolára is a nagymamám kérésére mentem, csak ő szerette volna. Igen? Én nem akartam menni főiskolára? Tehát úgy volt, hogy középiskola után befejezettnek tekintetted a tanulmányokat, és majd ezt valami? Nem, én irigyeltem azokat az embereket, akik tudták középiskolában, hogy ők mit szeretnének. Én nekem halvány gőzöm sem. És se tudtam egyébként. Tehát ez érdekes, hogy ugye 8-ban nyilván nem tudják, és én becsülöm azokat, akik rögtön tudnak szakmát választani, nyilván nagy részé utána nem is fogja csinálni. De én gimibe se tudtam, hogy mi akarok, mert fogalmam nem volt. Csak azt tudtam, hogy az idegen nyelveket szeretem. És ezen a szálon próbáltam elindulni. Ott már kicsikét az oktatási rendszer szólt közben, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy én ezt előzetesen elterveztem. Tekintett arra, hogy érettségi folyamán nem lehetett két idegen nyelvet beszámítatni. Csak egyet. Igen. És kellett egy főtantárgy. És ez rajta nem segített sokat, mert két nyelvet szerettem volna vinni, amit nem engedélyeztek. Na, végül is lényegtelen a idegenforgalmi szakmenedzser képzésen kötöttem ki. Szuper éveket töltöttem ott, egyébként nagyon jó barátságokat kötöttem. Mondom ezt úgy, hogy egyetlen buliban nem voltam, valamiért nem hiányzott nekem, csak a közeg. Én nagyon élveztem azt a fajta szabadságot, hogy nem azon, hogy reggel beülünk, és akkor már este kijövünk, hanem majd mi eldönthetjük azt, hogy ez most minket érdekel. Vizsgálj azokra, készülj fel, hogy akkor így van, így van. És ez mindig meg is volt. Voltak a nagy fohászkodások, nagyon komoly hívőkké váltunk a vizsgaidőszak során. Igen.
És, de ez volt a szép. Igazából tényleg nem igazán szerettem tanulni. És a diplomát megszerezted a képesítést? Ez egy felsőfokú szakképesítés volt, amit megcsináltam. Nagyon szerettem is igazából az ott létet. De akkor már valami úgy motoszkált benne, hogy nem valószínű az, hogy én ezt valaha hasznosítani fogom. Aztán előzetesen ez úgy hangzott el, hogy aki ezt megcsinálja, azután a könnyített pályán a diplomás képzést el tudja végezni. Kvázi akkreditálnak komoly kredittel rendelkező tantárgyakat, amik ugye kiesnek. És így a képzés akár másfél-két évvel is lerövidülhetett volna, illetve nem mindegy, hogy az embernek fél évente akkor 30-35 kreditet kellett volna, csinálni, 18-20-at. Hát ebből az lett, hogy természetesen, amikor én ezt elvégeztem, akkor az egész megváltozott, minden más kreditértéket kapott. Máskor? Persze, természetesen ugyanazokat a tantárgyakat, ugyanazzal a tantervel, csak más krediteken nem tudták akkreditálni. És akkor én úgy éreztem, hogy köszönöm szépen. Hát, befejezted tanulmányaidat. Nagyon felidegesítettem magam. Én igazságtalannak éreztem ezt az egészet, és ilyen valahogy ilyen, nem is tudom, ilyen iszonyatosan maradinak és bürokratikusnak, úgyhogy úgy döntöttem, hogy köszönöm, akkor majd lesz valami. Igen. És lett szerencsére? Hát akkor még az zenétől messze voltunk, és akkor igazából életemben egyetlen ilyen sötétebb korszak volt, amikor tényleg annyira nem tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, hogy tehát nem láttam magam előtt semmit, és ez ijesztő tud lenni, amikor az ember előtt nincsen perspektíva. És amikor ezt meguntam, nem tudom, egy-két hónap volt körülbelül, akkor azt mondtam, hogy jó, nem érdekel, akkor elmegyünk dolgozni. És akkor elkezdtem nézni, hogy hol lehetne ismerősöket, megkérdeztem, miből lehet kiindulni, nagyon szerettem sportolni, csak a térdem a kosárlabdából kifolyólag akkor már megsérült, és ebből kifolyólag már csak a statikus edzések maradtak, így az edzőterem. Úgyhogy szerencsét próbáltam, eltökéltem, azt mondtam, hogy te hapsitán itt fogsz dolgozni. Abba a teremben, ahova addig jártam. És két hét múlva ott dolgoztam. Fogalm sincs, hogy hogyan. Ez működik egyébként. Igen, én annyira eldöntöttem, hogy ott fogok dolgozni, hogy egyszer csak jött egy lehetőség, mondták, hogy van felvétel. Érdekel? Hát na, nem, hogy érdekel. Elmentem, nagyon-nagyon jól éreztem magam ott is. Hát kellett ennél több? Tehát gyakorlatilag abból állt az egész napom igazából, hogy vártam, hogy mikor mehetek edzeni. Illetve a háttér dolgokat, hogy az étkezést az mellé, mert hát ott voltam helyben, hát ez nekem kánaán volt, igen. És nagyon jól éreztem magam. Aztán felköltöztem Budapestre, és ezek a szállodai tanulmányok akkor is már gyakorlatilag elévültek, illetve nem használtam semmit, mert egy idegen forgalmi cég helyett gyakorlatilag építőipari céghez kerültem, mint ügyvezető asszisztens, ahol szintén nagyon szerettem, úgyhogy hálás vagyok a sorsnak, vagy az égnek, nem is tudom, hogy kitől kaptam azt, mert nagyon sok ember panaszolik a munkahelye miatt. Én mind a kettőre úgy gondolok vissza, hogy bármikor nagyon szívesen visszamegyek, bármikor szívesen várnak, és szerintem ez csodálatos. Hogyne. Beszélt az edzésről, és mondtuk a kedves nézőknek az elején, hogy kolléganőknek még a műsor felvétel előtt itt különböző táplálkozási tanácsokat ilyen osztogattál, hogy az étkezéset akkor nagyon figyelsz, tehát kalóriákat számoltál, mindennek tudtad, hogy mennyi az értéke, ilyen index, olyan index, tehát erre te komolyan figyelsz? Akárhogyan nézzük, most a kedves tévénézők látják, hogy azért nem most vagyok a legjobb erőben, ehhez azért idő kell. És én nagyon szeretek odafigyelni mindenre, de akkor, amikor minden tudom, hogy kerek. Gyakorlatilag, amíg nem tudok edzeni, addig nem is annyira érdekel az egész. De onnantól kezdve, hogy elkezdek edzeni, egy kicsikét úgy vagyok mindennel, hogy ha valamit csinálok, akkor szeretném jól csinálni. Igen. És úgy fölösleges edzeni, hogy össze-vissza eszik az ember. Én nem érzem szükségét annak, hogy teljesen makulátlanul étkezzek akkor, hogyha gyakorlatilag nem tudom fizikailag edzeni magamat, de a kettő az csak párban jár együtt. Tehát amikor látom azt, hogy be tudom iktatni az életembe, a bioritmusom gyakorlatilag elviseli azt, hogy belefér az a bő egyórás edzés, akkor erre nagyon szeretek figyelni. Csak hát ugye az embernek ezt tudnia kell, hogy ha én elmegyek edzeni, akkor alapvetően az egy napon belül nem egy órát vesz igénybe, mert akkor kétszer annyi étkezés van darabszámra, főzni is kell, valahogy szét kell szépen porciózni a dolgokat. Szóval árnyaltabb a dolog, aki ebbe benne van, az nagyon jól tudja, hogy ez nagyon-nagyon komoly meló, hogy ez működjön. Én alig várom, hogy majd megint jöjjön egy ilyen. Most már ott tartok, régebben sokkal jobban zavart, hogy megélem azt is, amikor erre
nincsen idő, és elfogadom. Tehát nem küzdök el, tudom, hogy nem tudok mit csinálni. Mert lelkileg, aki edz, én ezt nagyon jól tudom, hogyha nem tud menni edzeni, lelki beteg, és ezt aki nem csinálja, ezt nem érti meg, azt mondja, nem vagy te normális, úristen, kezeltesd magad. Így van, mert ők nem tudják. Tehát ha az ember lát valamit a tükör, amit már elértünk, utána az nagyon nehéz alábbadni. Persze. De rájöttem, hogy ezt meg kell értenem, és igazából, tehát saját magam, hogyha belenézek a naptárba, és akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy mikor szeretnél elmenni úgy edzeni, hogy tehát most egyszer lemegyek egy héten edzeni, azzal semmit nem fogok érni, csak azt, hogy jól begyullad mindenem, és csak fájni fog. Tehát ezt egy minőségben szeretném csinálni. Most egy olyan időszak van, amikor vastagon a zenével foglalkozunk, lemezkészül, rengeteg koncert van. Igen. Amikor ez elkészül, akkor lehet, hogy pont annyi időm fog felszabadulni, hogy nyugodtan le fogok tudni menni edzeni, és mellé tudom emelni az étkezést. Így a legegyszerűbb. Addig pedig ez van. Igen. Beszéljünk, ugye egy nagy tehetségkutatóból ismertek meg téged az emberek, egy kereskedelmi csatornán volt. Az érdekel, hogy hogy jelentkeztél, mert sokan elmondják, haverok neveztek be, nagymama nevezett be, vagy erre te tudatosan, igen, én erre benevezek, és akkor megmutatom. Hát ez a kettő között volt. Nem ők neveztek be, de ők nyomtak, hogy nevezzek be. Aha. De ez egy elég komoly nyomás volt, olyan 4-5 évre rúg vissza, amíg masszíroztak, hogy induljak el, csak nem igazán érdekelt a dolog. Aztán végül beadtam a derekam, de hát úgy mentem el a castingra, hogy nem igazán játszottam el a gondot, hogy ebből idáig el lehet jutni, hogy mondjam. Tehát persze. Nyilván a lehetőséget az ember érezte benne, hogy ez lehet, hogy jól is elsülhet, de hát fogalmam se volt arról, hogy milyen hangok fognak érkezni a műsorba, hogy őket mennyire fogják tehetségesnek tartani, vagy milyen potenciált fognak bennük látni. De hát végül is... Elég jól sikerült ahhoz ez a műsor, hogy meg lehessen szépen lovagolni azokat a hullámokat, amiket ez keltett. Ezt meg is tettük, és úgy érzem, hogy jó irányba haladunk továbbra is, és építkezünk. Én is azt gondolom, hogy annyira meg tudtad lovagolni, hogy Eurovízió, ugye a következő nagy-nagy állomás, amit az emberek ugye jegyeznek a nevet hallatán. Nyilván sokan megkérdezték tőled, én még nem azért fogom, hogy kiállni tényleg az Eurovíziónak a színpadára, a próbákra, azt az ember hogy tudja feldolgozni, úristen, és nem lenézve nyilván, hogy én itt vagyok az Eurovízión, ahol ott volt az Abba, meg a nem tudom micsoda, és most én képviselem az országomat, hogy az lelkileg hogy sikerült megélned neked? Egyáltalán nem érdekel. Uh-huh. Az, hogy az Abba ott volt, uh-huh. vagy hogy kik voltak uh-huh. ott előttem, csak arra gondoltam, hogy ott a mi produkciónk, uh-huh. az most nem csak a mi produkciónk, hanem Magyarország, és ez csodálatos volt. Én próbáltam el az egészet úgy gondolni, mintha egy olimpikon lennék, aki uh-huh. évek kemény munkáját teszi le csak és kizárólag azért, hogy 2 héten belül a maximumot kihozza magából. Az egy másik kérdés, ugye, hogy ez hogyan realizálódik. Nagyon-nagyon komfortosan éreztem magam azon a színpadon, tehát most ez furán hangzik, meg igazából bután is hangzik, ha azt mondtam, mint hogyha oda születtem volna, mert nem erről van szó, hanem egyszerűen felmentem, és nem éreztem azt a megbénulást, amit a többiek meséltek. Mert szoktak általában. Igen. Felmentem, láttam, hogy csurig van, és csak azt láttam, hogy csak arra gondoltam, hogy széttártam a kezem, és belélegeztem az egészet, és arra gondoltam, hogy ne ezt hallgassátok. És aztán indult a dalunk, úgyhogy... Ez csodálatos élmény volt, engem sokkal inkább motivált ez az egész atmoszféra, ez az egész millió, ami ott volt, mert az emberek, akik ott voltak a Globen Arénában, ők fanatikusak voltak. Tehát ők rajongva szeretik ezt az egész dolgot. És éreztük azt, hogy amit mi odaraktunk a színpadra, azt ők úgy, ahogy van, imádták. És... Hát ehhez mérten nyilván az embernek jó is a hangulata, mert tudta azt az elődöntő után, hogy ezt itt imádni fogják. És imádták is. Aztán hát úgy sikerült, ahogy. Igen. Beszéljünk a jelenről és a jövőről. Lassan-lassan a műsoridő végéhez érünk. Jelenleg mondjuk mi a legnagyobb projekt, aztán a következő kérdés nyilván a jövőre ugyanígy, hogy mi az, amit meg szeretnél valósítani. Mindenképpen a lemez. Tehát ami most a jelenünket vastagon kitölti, az a lemezanyagnak a készítése és véglegesítése. Terveink között szerepel, hogy november végén egy fővárosi lemezbemutató koncert keretein belül fogjuk először közönség elé tárni. Az, hogy a jövő évet milyen lemezanyaggal fogjuk végig turnézni. Izgatottan várom ezt, hiszen egy lemez egészen más dolog, mint egy-egy dal. De az, hogy ezeket most csokorba foglaljuk, és azt mondhatjuk, hogy lesz ennek egy fizikai vetülete, amit meg tudunk mutatni,
amihez készül majd egy zenekari fotózása. Amikor megfordítom a hátulját, akkor ott lesznek a dalcímek, és bármikre ránézek, akkor tudom, hogy hogyan fog készülni. Ez csodálatos dolog, és nagyon örülök, hogy mindezt kicsivel, mire ez kész lesz, kicsivel több, mint másfél év alatt elértük. Csodálatos dolog ez, és tényleg nagyon-nagyon várom a végeredményt, illetve azt, hogy hát a közönség hogyan fogja ezt fogadni. Végre adtam kettő bulvárosabb jellegű kérdést. Magánéletedről nem beszélünk, ugye azt mondtad, de azt gondolom, hogy ez jogos, mert azért magán, hiszen benne van a nevében. A lányokra viszont annyira beszélnénk, vagy belekeverném, hogy gondolom ajánlatok érkeznek ezerrel hozzá, tehát napi szinten gondolom katasztrofális mennyiségű. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az én médiában való létem nem erre hegyeződik ki. Igen, igen. Tehát amikor elmegyünk egy koncertre, akkor tényleg nyugodtan meg lehet nézni azt, hogy a 12 évestől a 75 éves emberekig mindenki eljön, és nekem ez mindennél elegendőbb válasz. Tehát itt nem arról van szó, hogy csak és kizárólag tini lányok jönnek, vagy éppenséggel a főiskolás. Tényleg mindenféle korosztály képviselteti magát, valamikor családok jönnek, és valamikor apukákkal fotózkodom, mert bírják azt, amit csinálok, és ennek elképesztően örülök. Hát azért vagyok ott, hogy zenéljek. Tehát nem modell vagyok, azért megyek ki, hogy a nyakamba akasztom a gitárt, megfogjam a mikrofont, és énekeljek, és mondjak nekik valamit, vagy közvetítsek valamit, amikor mi a koncert után, amikor hazamennek, úgy érezzük, hogy ők egy kicsikét jobban vannak, vagy valamivel többek lettek, legalább egy jó koncertélménnyel. De az, hogy ő most nő, vagy férfi, vagy 20 éves, illetve 60, az engem nem érdekel. Az a lényeg, hogy legyen ott, legyen velünk, és csináljuk együtt ezt a dolgot. Természetesen vannak ilyen dolgok, tehát tagadni felesleges lenne, de szerintem korán sem annyi. De neked nem erről szól nyilván ez így az van. Egész. De ezért mondom, hogy gyakorlatilag nekik sem. Uh-huh. Tehát amikor, ha valakivel szót váltok, ő érzi, hogy nem igazán ez foglalkoztat engem. Uh-huh. Tehát én imádok zenélni, és velük együtt szeretném ezt megcsinálni. Uh-huh. És még egy kérdés a végére, hogy szoktál pihenni? Tehát mi az, ami téged kikapcsol, hogy szoktál mondjuk a hétköznapok, vagy amikor van rá alkalom? Tényleg, amit meséltem, hogy most egy olyan elképesztően mozgalmas és zsúfolt időszakot élünk, ilyenkor az emberek a szervezete is felveszi ezt a tempót, vagy ezt a ritmust. Tehát nincs igényre, úgy érzed jelenleg? Hát majdhogy nem. Mert tehát gyakorlatilag idő sincs rá, de azáltal, hogy az ember folyamatosan igénybe van véve, mindig van valami, amit másnap csinálni kell, így gyakorlatilag visszaszorul az a fajta igény, hogy pihenjek. És ez nálam így szokott ráadásul lenni, amikor aztán rám szakad mondjuk 4-5 nap, amikor nincsen semmi, akkor ugye semmiből, amikor pihenhetnék és mondjuk aktívan el lehetne tölteni, akkor ver fejbe gyakorlatilag egy ilyen érdekes fáradtság, ami tart 3 napig, és utána keveredek helyre. Tehát, mint hogyha a szervezetem tudna, hogy na most van idő fáradtnak lenni, és akkor utólag jön ez ki. Úgyhogy én úgy érzem, hogy jól bírom a strapát, a koncertek feltöltenek, igazából tényleg sokszor az utazás az, ami az embert ez igazából lefárasztja. Igen. Tehát vannak ilyen nagyon szerencsés turnék, ami mondjuk nincsen messze, vagy pedig útba esik, de aztán van az, amikor keresztbe kasson megyünk. Debrecen, Kőszeg, Eger, Szeged. Sose fogom elfelejteni, ezt el kell mondjam, ne próbálják ki, Vásáros, Namény, Sopron, Budapestről indulva. Tehát igen. Én nem tudom, hogy ez mennyi volt, de ilyen 1200 valamennyire jött ki szerintem a vége. Hát az irgalmatlan volt. Tudom, kettőkor az egyiken, másikor meg 4-kor kéne kezdeni. Hát igaz? Kb. Ez tavaly volt egyébként, és nem emlékszem, nem akarok butaságot mondani, szerintem 11-kor indultunk azért Vásáros-Naménybe, hogy onnan már 5-kor el tudjunk indulni, hogy este 10-re Sopronba érjünk. Én azt hittem, hogy sose érünk oda. Én ennyit még életemben nem ültem, és azon már nem segít megállás, meg kávé. Tehát az valami iszonyatos. Na, ilyenek azért nincsenek, de azért tényes volt, tehát nyilván a kedves nézők is tudják, hogy amikor például nyaralni indulnak akár autóval, akkor egy 5-600 kilométeres út egyszerre, mikor nincsenek hozzászokva, akkor az megterhelő tud lenni. Na, mi most ott tartunk, hogy ezt már meg se érezzük, viszont egy-egy hétvégén van, hogy 3000 is összejön, és az viszont már ütős. Tehát ilyen, nagyon sokszor van, a 2000 az nagyon sokszor megvan, de van olyan, amikor tényleg távolabbi helyekre megyünk, akkor a 3000 is összejön.
Hát ez elképesztő sokszor. Ez sokkal fárasztó, mint az. Tehát az, nem fára, az az embert felvillanyoz, amikor fent van a színpadon. Hát én azt kívánom neked, hogy rengeteg kilométer legyen még a magyar utakon, meg rengeteg kilométer még az autódban, mivel éppen mész, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást, köszönjük szépen. És én pedig köszönöm természetesen a nézőknek is, hogy itt voltak velünk.